azt gondolom, hogy kiszolgáltuk a közönség, azért nagy iramban játszottam egész végig ebben az időben, ami hihetetlen. Szóval nincs panasz a játékosra az akaratra. Küzdetünk, hajtottuk, ez a mi maximum jelen pillanatban. Persze látunk, hogy nem elég. Kettő helyeznek ki kellett használni ezt a 3-4 nagyon nagy zicser, és nem szeretném, hogy minden meccs után ebben sírok, de attól félek. Azért, mert ez látványos, hogy kell minőség. Három helyzetből egy gól kell rúgni. Azért, mert a helyzetekről, meg a szép játékra nem mennek a pontok, hanem a gólokra. És viszont kaptuk két gól olyan, hogy benne volt a játékban, lekontrasztok, arra játszottak. Első fél időben egyetlen egy kapura rúgás volt neki, amit jellemeztem egész héten. Úgyhogy ez a kombináció van, lekéstük, gól. Ez van. Sok a munka, mondtam is. Jó irányba haladunk. Kell egy pár minőségi játékos mindenféleképpen, azért mert az hiányolom. És tudunk nyerni ilyen meccseket is. Köszönöm szépen. Kérdések, kérdések. Az indokolta, hogy Tisza Tibi nem bírja játszani, ő kérte a cserét, azért mert ha esetleg maga nem tudja, pedig kéne, hogy három hónap nem edzett, nem, azért mert műtés volt. Hát akkor hogy gondolja, hogy játszik ilyen időben 90 percet? Provokatív kérdés benne van neked. A második, a Szeidire gondolom, nagyon rosszul játszik. Tisza cserét.